Kedves vendégeink! Fekete Miklós művésztanár tárogató kíséretével és a Népzenei Együttes tagjainak közreműködésével énekeljük el közösen a himnuszt. Kedves vendégeink, köszöntöm Önöket a Tiszalöki Hadifogolytábor áldozatainak tiszteletére rendezett megemlékezésünkön. Tasnádi Frigyes már régen nincs velünk, de emlékét megőrizzük. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm családja jelenlévő tagjait és barátját, Bocskai Istvánt. Köszöntöm Gömze Sándor urat, Tiszalökváros polgármesterét, Cserés Csaba alpolgármester urat és Csikósné Juhász Erika jegyzőasszonyt. A képviselőtestület jelenlévő tagjait, az itt megjelent intézményvezetőket, a civil szervezetek vezetői tagjait és minden velünk emlékező kedves vendégünket. Felkérem Perjésiné Kis Rita tanárnőt az ünnepi beszéd megtartására. Szeretettel köszöntöm az ünnepi megemlékezésünkön a tisztelt emlékező közösséget. Az emlékezés több, mint pusztán a történetek felidézése. Az emlékezés azt jelenti, hogy szándékosan törekszünk egy emlék életben tartására, vagy legalábbis nem engedjük meg magunknak, hogy szemet hunyjunk a múltban történt borzalmak fölött. Emlékezni és emlékeztetni vagyunk ma itt. A tiszalöki tábor emlékezetét életben kell tartani, meg kell őrizni az utókor számára. Amíg generációról generációra átadjuk az emlékeinket, addig lehetőségünk van arra, hogy a múltból tanulni tudjunk, hogy ne kövessük el újra azokat a hibákat, amelyek meg annyi szenvedést okoztak a társadalomnak. Ezért kell emlékeznünk az itt megtörténtekre, még akkor is, ha az emlékek sokat életén sebet ütő eseményekről, tragikus sorsokról rántják le a leplet. Magyarországon a Rákosi korszak diktatúrája a szovjet gulágtáborok mintáját követve különböző típusú táborokat hozott létre, melyekben azokat a személyeket gyűjtötték össze, akik tevékenységükkel vagy puszta létükkel, idézőjelben mondom, ártottak vagy áthattak volna a rendszernek. Hazánkban közel 100 tábor létesült. Ebből a 100 táborból a legnagyobb és a leghírhettebb a Recski, a Tiszalöki, a Kistarcsai és a Kazincbarcikai tábor volt. A történelmi emlékezet megörökítésében
a szemtanúknak mindig is hangsúlyos szerep jutott. Bennük élt a múlt. Már nincs köztünk Tasnádi Frigyes, Frici bácsi, aki visszaemlékezéseivel a gyermekeknek és a felnőttek számára egyaránt láthatóvá tette e táborban átélt 45 hónapnyi szenvedést. Igaz, számtalan vele készült riport, felvétel megtekinthető a YouTube videó megosztón, ahol beszél a megpróbáltatásokról. Napjainkban azonban a mi felelősségünk óriási, mert most rajtunk a sor, hogy gyermekeinknek átadjuk intő például a 20. században a településünk közelében megtörtént eseményeket, hogy ne vesszenek a feledés és a hallgatás homályába. A Tisza szabályozása már a 19. században elkezdődött. Akkoriban vetődött fel az a gondolat, hogy szükséges lenne egy vízlépcső megépítése. 1937-ig kellett várni, amikor is kirajzolódtak a vízlépcső megépítésével kapcsolatos teendők. 1950-ben aztán megkezdődtek a tényleges munkálatok. Tereprendezés, a barakkok felhúzása. A következő év februárjában érkeztek meg Szovjetunióból a hadifoglyok, akik 1953. októberéig dolgoztak itt. Ekkor ugyanis a tábor lakói fogvatartóik ellen szót emeltek, s cserébe golyózáporral találták magukat szembe. 4 halott, 40-nél is több sebesült, majd végül a tábor felszámolása lett a végeredmény. Ma pont 69 éve annak, hogy a végletekig agyon dolgoztatott rapok vasárnap délután békés munkamegtagadással követelték szabadon bocsájtásukat. A tábor felszámolása után több évtizedig tartó rémült hallgatás következett. Ezeket az éveket a rendszer igyekezett a köd és a feledés homályába burkolni. Utólag tudtuk meg csak a részleteket a történésekről. Tudásunk azóta is folyamatosan bővül. Ha tudósítanunk kellene e korszakból, vagy e helyszínről, a következő szavak biztosan elhangoznának. Málenki robot, orosz fogság, hadifogság, büntetőtábor, lágervilág, internáló tábor, baraktábor, szöges drótkerítés, géppuskafészek, őrtornyok, fogda, toloncház, AVH, ávós sortűz, géppisztolyos őrség, pribék, brutális bánásmód, kínzás, zárka, sorszám, űrgék, megfeszített munkatempó, kubikolás, lovaskordé, fejadag, éhezés, tarlóréka, lóhús, prics, plékájha, dermesztő hideg, szalmazsák és embertelen körülmények. Én most mégsem a borzalmakról szeretnék beszélni, hanem a túlélés csodáiról, az emberi nagyságról, a csendes hősökről, akik túlélték a szenvedéseket. Természetesen elrettentő példaként kell az utókornak mementul állítani e kor sötét, szégyenteljes lélekvesztő oldalát. Tisztelegjünk most azonban azok előtt, az emberek előtt, akik emberek tudtak maradni az embertelen körülmények között is. Róluk szólnék most. Őket kell példaként kiemelni a ma emberének. Tőlük tanulhatunk. Visszatekintve a jelenből azt látnánk, hogy itt egymásra utalva, összezárva élt 1300-1500 fő, akik segítették egymást korra és származásra való tekintet nélkül. Az építkezésen nem számított, hogy ki volt a civil és ki a rab. Az itt dolgozó helybeli lakosság látva a táborlakók gyötrelmes életét, lehetőségeikhez mérten, sokszor még azon is túl, vállalva a lebukás utáni büntetőeljárást, segítettek,
mert lelkük ezt kívánta. Önzetlenül, emberségből, elvárások nélkül. Kapcsolatok, barátságok szövődtek. A foglyok a túlélés reményében összefogtak, és a munka közben bátorító pillantásokkal adtak erőt egymásnak. Nagyon ritkán a civilek csempésztek be híreket a fogvatartottaknak a szeretteikről, rég nem látott családtagjaikról, mely tartotta bennük a lelket. Örülni tudtak a beígért, de elmaradt vereségnek, a társaik álombeli fügyszavának, a helyiek által becsempészett, a lovak abrakos tarisznyájában eldugott kis csomagoknak, amelyek élelmiszert rejtettek magukban. Osztoztak közösen ezeken az apró örömökön. A napi nehéz munka után igényük volt a lelki feltöltődésre. Kezdetben beszélgetéssel, meséléssel ütötték el az időt. Majd a művészeteket igénylők, festő, alkotó csoportokat hoztak létre. Voltak, akik hangszereket készítettek, és így zenekar alakulhatott. Voltak, akik színjátszó csoportot szerveztek. Mi szerencsére a múlt törmelékeiből, apró mozaik darabkáiból, könyvekből és visszaemlékezésekből ismerjük az eseményeket, e korszakot, mely lezárulhatott végérvényesen 1989. október 4-én. Ezen a napon avatták fel eme emlékoszlopot. Az itt raboskodott bajtársak társadalmi összefogást kezdeményeztek, és felállítatták a régi hadifogolytábor helyszínén ezt az emlékművet. Ezzel lezárták történelmüknek egy nagyon nehéz időszakát, s nekünk, az utókornak szolgáljon intésül e mementó. A hadifogolytáborok és a kényszermunkatáborok mára már valóban egy letűnt kor szimbólumai. Az áldozatok és hozzátartozóik azonban nem csupán jelképek, hanem az emberi kegyetlenség, a háború és a szovjet típusú totális diktatúra által okozott feledhetetlen szenvedés megtestesítői. A kommunista diktatúra egyik leghírhettebb kényszermunkatáborát ugyanitt ledózerolták, s a rémtettek mára már történelemmé váltak, de itt állva emlékezzünk arra a sokat próbált generációra, akik kétkezi megfeszített munkával felépítették a tiszalöki erőművet, akik a kétségbeesés nehéz óráiban, az embertelen körülmények között is önzetlenül tudtak segíteni egymáson, összefogva emberek tudtak maradni. József Attila szavaival zárom gondolataimat. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen Perésiné Kis Rita tanárnőnek, hogy felidézte számunkra a múltat és visszaemlékezett. Most pedig fogadjuk sok szeretettel a Tiszalöki Népzenei Együttes ünnepi összeállítását. Tárogatón játszik Fekete Miklós, felkészítő Cicerné Darai Erzsébet. Thank you.
pedig emlékezzünk meg a fogolytábor lakóiról imával, Lőrinciné Harászi Andrea református lelkészasszonnyal. Mindenható Istenünk, Te, aki Ura vagy az életünknek, a személyes pályánknak, a családjainknak, Ura vagy a nemzetünknek, és ennek az egész világnak. Add, hogy el ne felejtsük, hogy a történelemnek is Ura vagy. Hogy Te vagy az, aki a múlt sebeit be tudod bennünk gyógyítani, azt, ami a hazánkon esett, ami nemzedékeken esett, ami egy-egy településnek a lakóiban él, azokat a sebeket mind Te tudod begyógyítani. Arra kérünk, hogy most is légy ebben velünk. Hogy látva, átélve, visszaemlékezve arra sok szenvedésre, ami történt, legyen nekünk tanúság, hogy mi ne akarjunk ártani, ne akarjunk felemlegetni, hanem a gyűlölet helyett a békességet munkáljuk. Urunk, annyi minden nincs hatalmunkban, körülöttünk is nagyon sok ember szenved, háborútól is nagyon sokan szenvednek, és úgy érezzük, mi kicsinyek vagyunk, mint ahogy akkor egy-egy ember nem tudott segíteni itt a hadifogolytáborban, most is kicsinek érezzük magunkat, hogy ne szűnjön meg az imádságunk a békességért, hogy az ember észhez térjen, észrevegyen téged, az értünk szeretetből küldött fiút, Jézus Krisztust, aki békességet hagyott ránk. Így kérünk, hogy segíts nekünk, Te adj békességet. Add a szívünkbe önmagadat, hogy rád találjunk, hogy legyen erőnk nap mint nap helytállni azon a helyen, ahová állítottál. A személyes életünk történelmét, Urunk, Te gyógyítsd és Te vezesd. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató Isten vagy. Hallgass meg könyörgésünket, amikor úgy imádkozunk, ahogyan Fiad bízta ránk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Köszönjük szépen lelkészasszony szolgálatát. És most pedig, ahogy minden évben szoktunk, megemlékezősünkön következik a megemlékezés koszorúinak az elhelyezése. A koszorúzás kezdetén Tasnádi Frigyes családja és Bocskai István helyezi el a megemlékezés virágait. Önkormányzata nevében,
Bosszorút helyez el, Gömze Sándor polgármester, Cserés Csaba alpolgármester, Csikósné Juhász Erika jegyzőasszony és dr. Krámor Katalin képviselőasszony. Közéotthonos óvoda és napos bölcsöde nevében Pócsik Erika óvodavezető és Nagy Sándorné óvodavezető helyettes helyez el koszorút. Szakképzési Centrum, Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium képviseletében Kis László igazgató és Perjési Sándor gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes helyezi el az emlékezés koszorúját. Könyvtár és művelődési ház koszorúját Tölgyesi Attiláné igazgató és Szakolcainé Suskó Ágnes igazgatóhelyettes helyezi el. Kedves vendégeink, köszönjük megtisztelő jelenlétüket. Megemlékezésünk végén énekeljük el közösen a szózatot Fekete Miklós művésztanár tárogató kíséretével és a népzenei együttes tagjainak közreműködésével.